Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden képviselőtestületi tagot a rendes augusztus 28-ai testületülésünkön. Megkérem a jelenlévő képviselőtestületi tagokat, hogy jelentkezzenek be. Annak érdekében, hogy határozott képesek legyünk, megállapítom, hogy a 12 főből 10 fő van jelen, így a képviselőtestület határozott képes. A korábban megküldött anyaghoz kapcsolódóan elkészítették a kollégák a meghívót és a napirendi javaslatot. A napirendi javaslathoz annyi sorrendi változtatásra tennék javaslatot, hogy mivel két olyan napirendünk is van, ahol meghívott vendégek is vannak, így a rendes napirendi sorrend szerint is az 1-es, 2-es előterjesztés az a víz- és szennyvízágazathoz kapcsolódó napirendünk, úgyhogy azzal fogunk kezdeni, és utána, hogy a könyvvizsgáló úr is tudjon haladni a napi dolgaival, a 7-es napirendet, ami a költségvetés első félévi teljesítéséről szól, ezt előrehoznánk 3-as napirendi pontnak, és a kiosztott anyagokban szerepel egy költségvetéssel kapcsolatos döntések, és akkor azt is egy csomóba akkor előre vesszük annak érdekében, hogy egy blogban tudjuk ezeket tárgyalni. Kerültek még kiosztásra vagyonos napirendhez plusz anyagok, amelyeket a kollégák most odaadtak a képviselőtestület tagjainak, de ez a új napirendi pontot nem jelent, a zárt ülésen fogjuk ezeket tárgyalni. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 11 igen szavazattal elfogadásra került, mivel közben megérkezett Deméni Nagy Mónika is a testületülésre. A 0. napirendi pont első részében a döntést nem igénylő két ülés között hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók olvashatók. Ezt a korábbiaknak megfelelően most sem fogom tételesen felolvasni. Szerepel benne a korábbi évben elindított szociális diák ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálása, amelyben ugye 30 tanulói ösztöndíjra van lehetőség, amit a képviselőtestület megfelelő bizottsága tud kiosztani. Sport ösztöndíjban 10 és művészeti kategóriában is 10 ösztöndíjra van lehetőség. Ennek a beszámolója szerepel az anyagban, mint ahogy található lejárt határidejű határozatok között a különböző szociális juttatások, települési támogatás kiosztásával kapcsolatos anyag is az első fél évre vonatkozóan. Döntést igénylő kérdések között az első döntést igénylő kérdés: a labdarúgás szervező Kft.-nek biztosítottunk tavaly 7 640 000 forint visszatérítendő támogatást. Ugye ez a futballklub tavalyi évi, nem klub, a futballcsapat tavalyi évi működéséhez adtunk ennyi forrást annak érdekében, hogy tovább tudjanak menni. Hát itt majd több napirendi pontnál is fogjuk a labdarúgást tárgyalni. Ugye itt folyamatban vannak a különböző elszámolási és visszafizetési és különböző behajtási ügyek. Egy biztos, hogy ezek az eljárások mind az MLS irányából, mind a NAV irányából nem zárultak le, és amíg ezek nem zárulnak le, addig természetes módon ennek a visszafizetésének sincs realitás, és az elszámolás sem tudjuk elvégezni, ezért javasoljuk, hogy december 31-ig ez kerüljön meghosszabbításra. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 11 igen szavazattal elfogadásra került. A következő napirendi pontunk, ez egy szokásos napirendi pont, amit rendszeresen kiírunk, ez a tömegközlekedés támogatására vonatkozó pályázat, aminek a beadási határideje augusztus 26. Minden évben pályázunk erre a lehetőségre, ezt most is meg fogjuk tenni.
és ehhez kell a testület jóváhagyó döntése. Kérdezem a tisztelt képviselőtestet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 11 igen szavazattal elfogadásra került. Szintén döntést igénylő kérdés a két ülés közötti anyagban. Korábbi testületülésen a képviselőtestület döntött arról, hogy a Nyírbátori Általános Iskoláskorú gyerekek részére a busz közlekedés éves bérleti díját teljes egészében megtéríti. Így a nyírbátori diákok a nyírbátori tömegközlekedést ingyenesen tudják igénybe venni. Ugye ez lehetőséget teremtett arra a szolgáltatónak, hogy többen utazzanak, többen vegyenek bérletet, és így mind az önkormányzattól, mind az államtól több támogatást kap a bérletek után, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor felül kell vizsgálni azt a fajta megállapodást, ami a közszolgáltatónak a veszteség finanszírozására vonatkozik. Ez havi 830 ezer forint volt korábban. Miután a bérletek száma megnőtt, újra kell ezt kalkulálni, és így további ilyen típusú kiegészítésre már nincs szüksége a közszolgáltatónak. Kvázi ezt az összeget, ezt a támogatást a továbbiakban nem kell, hogy utaljuk. Természetesen a támogatást a szolgáltató megkapja, csak nem mint veszteségfinanszírozás, hanem kvázi a bérletek árában. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 11 igen szavazattal elfogadásra került. A következő szintén két ülés közöttiben kell a konkrét bérleti díj, ösztöndíj, vagy bérleti díj támogatás. Bérlet, tanulói bérlet támogatásáról döntenünk. Ugye ez kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, vagy az előző döntéshez, de ezt külön kell eldöntenünk. Erről már volt korábban döntésünk, a költségvetésben szerepel, de bevezetni ugye szeptember 1-től most ezen az összegen és ebben az éves bérletes konstrukcióban dolgozunk. Ugye azért volt nehezebb korábban elindítani, mert a tanulói jogviszony az szeptembertől augusztusig tart, és a gyerek létszám, a tanulói létszám mindig szeptemberben változik, az új beiratkozók és az előző évben kilépők rendszeréből. Ezért korábban elindítottuk, de csak egy ilyen negyedéves vonatkozásban, most viszont az éves bérleteket tudjuk támogatni a különböző iskolákkal együttműködve. A anyaghoz csatolva lettek egyébként az iskolákkal kötendő támogatási szerződések is, azt is mellékelték a kollégák, és ennek meg fel kell döntenünk ennek a támogatásnak a további biztosításáról. Kérdezem a képviselőtestületet, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk. Köszönöm, egyhangulag 11 igen szavazattal elfogadásra került. Következő napirendi pontban egy sporttámogatásról kell döntenünk. Többször tárgyaltunk erről a kérdésről, és nem mondom, hogy ennek az ügynek a végén járunk, de nagyjából látható, hogy a Városi Kézilabda Klub a korábbi években felvett TAO támogatások elszámolásával összefüggésben, és annak elszámolásával adódó visszafizetési kötelezettségek függvényében nem tud tovább működni. És ebben az egyesületben működő utánpótlás nevelő csapatok és a felnőtt női kézilabda csapat működött ebben az egyesületben. Végül is az a szakmai javaslat érkezett be a képviselőtestülethez, hogy jelenleg Naményi központtal működő Vitka sportegyesület vinné tovább a női szakágat. Azért fogalmazok így, hogy jelenlegi Vásáros-Naményi központtal, mert megkeresték az önkormányzatot, és szeretnénk ebben a folyamatban tovább lépni. Ez egy komoly múltra visszatekintő kézilabda egyesület, és tárgyalunk arról, hogy a jövőben ők hogyan tudnának Nyírbátorban működni. Természetesen ez a klub rendelkezik TAO jogosultsággal, ezért a kért támogatásban az utánpótlás neveléshez nem is kértek támogatást.
azt ők meg tudják oldani. Nyilván ilyen esetben ez nem könnyű, hiszen egy folyó taós időszakról beszélünk, de meg fogják oldani az utánpótlás korú csapatok, tehát a nyírbátori gyerekek sportolását, edzését, versenyeztetését a TAO forrásaikból. A felnőtt csapat tovább működéséhez kérnek összesen 2 millió forintot ebben az idényben. Én azt gondolom, hogy ezt biztosítani kell. Természetesen hosszabb távon ki kell alakítani egy olyan együttműködést, amely nem csak a kézlabdában, hanem a fociban is igaz egyébként, hogy egymást átfedő utánpótlás korú klubok, csapatok nem működjenek. Ugye ennek volt egy felfutása, ami az elmúlt években kialakult. Én most szerencsére azt látom, nem csak a kézlabdában, hanem a fociban is, hogy a különböző egyesületek itt a megfrissülés ideje alatt sokkal nyitottabbak az együttműködésre, és úgy látjuk, hogy a különböző kézilabda és futballklubok a hosszú távon akár összehangoltan és nem egymással versenyezve fognak tudni működni. Ez igaz az Aranysárkányra, igaz az új labdarúgó egyesületre, igaz a most nevezett Vitkára, és igaz az önkormányzat Kft.-re is. Nyilván a célunk az kell, hogy legyen, hogy Nyírbátorban a különböző utánpótláskorú gyerekek, független attól, hogy melyik iskolába járnak, református állami iskola vagy katolikus iskola, egy korosztályban lévő gyerekek egy városban, egy klubban edzenek és sportoljanak. Hát ugye ezt a TAO egy kicsit felborította az elmúlt években, de én azt gondolom, hogy most jó úton haladunk, hogy ez kisimuljon és újra egyfajta egységes mederbe kerüljön. És ebben én azt gondolom, hogy ez a sportegyesület ez megfelelő hátteret tud biztosítani. Kérdezem a tisztelt képviselőtestetet, hogy kinek van ehhez kapcsolódó kérdése, észrevétele. Terike, parancsolj! Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Én megmondom őszintén, mélységesen felháborodtam, mikor ezt az előterjesztést olvastam, hiszen felelőtlenül működő egyesületből elmenő játékosoknak adnánk támogatást, illetve egy más egyesületnek, és általában egy egyesület, ha igazol játékost, akkor fizet érte, és nem még kap pénzt. Tudnilik, van egy szabályzat, ugye átigazol máshova, akkor a fogadó egyesület pénzt fizet azért, hogy a játékosok ott játszhassanak. Ami még bosszantott igazából, megmondom őszintén, hogy most egy kicsit úgy is beszélek, mint egy egyesület vezetője, olyan komoly munkával, felelősség teljesen dolgozó egyesület, akik a város olyan hírnevet tettünk az úszósportban, ha bárhol az országba kijelentik, vagy megjegyzik Nyírbátor nevét, tudják, hogy itt milyen munka folyik. Válogatott sportolóink vannak, és mivel felelősen gazdálkodunk, nem fizetünk ki olyan dolgokat, amit más egyesületek a pizzaszámláktól elkezdve mindent kifizetnek. A szülők viszik a gyerekeket a versenyekre. Én azért voltam felháborodva, mert lehet, hogy legközelebb kérik az odautazást. Azért Vásáros, nem a szomszéd falu. És itt a szülők komoly összegeket áldoznak arra, hogy gyerekeik ilyen eredményeket érjenek el a városnak, hát önmaguknak is természetesen. És inkább azon vagyok, hogy a helyben sportolókat kellene még jobban támogatni. Például ez az egyesület 3000 forintot fizet gyerekenként azért, hogy edzést tarthass, vagy bent legyünk az uszodában. Tessék ezt elképzelni, egy évben 1.800.000 forintot fizet az egyesületünk a fürdőnek azért, hogy edzhetünk. Az összbevételünk 7.400.000, és sakkozok állandóan azzal, hogy lehet tehát egyáltalán nevezési díjakat, meg stb. Ebben benne van az önkormányzat támogatása, benne van az úszó szövetség olyan jellegű támogatása, amit kimondottan a válogatottakra lehet csak felhasználni, tehát a többire nem. És nem, én is csinálhattam volna azt, hogy elkezdjük kifizetni a pénzeket a szülőknek, meg olvasom a labdarúgásnál is, hogy kérik a pénzt, és 8 millió forintot, és ilyen van benne, hogy prémium, 1 millió 3, 2 millió ide,
egy fillért egyetlen egy magyar bajnoknak, három magyar bajnokunk van, nem tudtam odaadni. És én teljesen nem értek egyet ezzel az egésszel, meg ugyanúgy most már, ha itt tartunk a futballklubnál sem, majd ha letettek az asztalra dolgokat, akkor igen. Egy felelőtlenül gazdálkodó kézilabda klubnak az a 30 játékosa, mert nem több, a múltkor megnéztem a kézilabda szövetség honlapján, még a város fizessen azért, hogy ők játszhassanak. Uram, bocsá, itt helyben 7000 forintot fizetnek a szülők. 3,5 millió forintot a 7,4-ből a szülők adnak be. És én inkább ilyeneket támogatnék, mint odaadni egy vásáros. És honnan tudjuk, hogy mennyi játékos maradott egyáltalán? Fog-e járni? Tehát egy jövőben lévő dologért én nem adnék pénzt. Az, hogy az önkormányzat megszavazza, az egy másik dolog, de hogy én olyan ideges lettem, komolyan mondom, mikor én ezt elolvastam, hogy nem tudom támogatni az egészet. Köszönöm. Köszönöm szépen. További észrevétel. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a Terike felvetésére, hogy ezt már a múltkor is beszéltük, és ez valóban egy testületi döntés lehet hosszú távon, hogy azt mondja a város, ugye itt ketté kell választani az utánpótlás nevelést, meg ketté kell választani a felnőtt csapatsportokat. A felnőtt csapatsportok nem csak Nyírbátorban, sehol nem működnek úgy, hogy az önkéntes jellegű legyen. Tehát azt nem lehet elvárni valakitől, aki nem egy gyerek utánpótláskorú játékos, és jár edzésre, foci, kézlabdára, igaz ez, és persze minden más sportágra, asztali tenisztől kezdve sorolhatnánk a karatét, hogy a gyerekek pénzt kapjanak azért, hogy sportolnak. Azt viszont ma már főleg a TAO sportágokban el kell mondani, hogy felnőtt korú játékos ingyen, úgy, hogy ő a saját szabadidejét áldozza erre, mint volt 20 évvel ezelőtt, nem lehet kialakítani. Mondhatja azt egy város egyébként, a te javaslatodat nagyjából ez, hogy ne adjunk pénzt, ezt a 2 millió forintot, Nyírbátorban ne legyen felnőtt női kézilabda csapat. Csak akkor ezt kell mondani, mert ha nem adunk felnőtt dolgozó embereknek költségtérítést ahhoz, hogy ők edzésre járjanak, és hétvégén, minden hétvégén mérkőzésre járjanak, akkor nem lesz játékosod, aki elmenjen a mérkőzésre. Mert ezek az emberek már, akikről most beszélgetünk, akiknek most a támogatást adjuk, ők nem gyerekek, egy felnőtt csapat. Akkor azt kell mondani, hogy az a javaslatunk, hogy erre nekünk nincs pénzünk, Nyírbátorban ne legyen felnőtt csapat. Fociban ne legyen felnőtt csapat, kézilabdában, férfi meg női szakákban. És válasszuk ketté az utánpótlás nevelést. Azért is hangsúlyoztam ki, hogy úgy sikerült megállapodni ezzel a klubbal, hogy az utánpótlás neveléshez szükséges gyerekek költségeit, és azért nem értem ezt a pizzát megint, mert egyszerűen nem erről van szó, az utánpótlás korú gyerekek edzési költségeit, ellátását, az edző költségeit, azt ők TAO-ból megoldják, egy forintot nem kérnek hozzá. Tehát azért nem értem. Az, hogy az előző klub hanyag gazdálkodása, abba belemehetünk, csak azt azért szeretném jelezni, hogy ez az időszak, ami miatt ez az egész most úgy tűnik, hogy összeomlik, ez nem a jelenlegi klubvezetés terheli, hanem a 5 évvel ezelőtti klubvezetés terheli. Úgyhogy itt akkor tárgyaljunk erről, beszéljünk, csak akkor azt úgy tartom korrektnek, ahogy a múltkor is jelezve volt, hogy akkor ide kell hívni a korábbi klubvezetést, az ottani elnököt, az ottani akkori ellenőrző bizottságnak az elnökét, és akkor az ottani elnökséget. És akkor beszélgessünk arról, hogy mi a felelőtlen gazdálkodás. Tehát itt gyakorlatilag a 2014-15-ös idényről van szó, amiben az elszámolás nem stimmel. Amiben azt mondta a szakszövetség, hogy vissza kell fizetni. Tehát arról is lehet beszélni, csak nem mossunk össze dolgokat. Ez az összeg, amiről itt beszélünk, ez a felnőtt csapat működési költségeinek a támogatása. Amikor azt mondod, hogy jövőbeni dologra hogy adunk pénzt, mindig jövőbeni dologra adunk pénzt. Tehát egy képviselőtestület arról dönt, hogy az előttünk álló időszakban mire adunk támogatást. Itt arra adunk támogatást, hogy a Nyírbátorban működő női kézlabda csapat, ami működött tavaly is, és megnyerte a csoport, vagy a saját osztályát, az tudja folytatni a következő idényben is a versenyzést. Erre adunk most pénzt,
és nem arra, hogy innen Vásárosnaményban járjanak a gyerekek, vagy a felnőttek, hanem arra, hogy itt Nyírbátorban sportoljanak, és nyírbátori színekben, nyírbátori csapatként versenyezzenek. Nyilván nem adnánk arra pénzt, hogy Vásárosnaményban. A harmadik megjegyzésem, és ezt is jeleztem már korábban, hogy nem tisztességes szerintem összemosni a különböző egyesületek támogatását, mert mindenhol teljesen más a konstrukció. Én értem, hogy azon jól hangzik, hogy 1 millió forintot befizet az egyesület az önkormányzatnak, a KFT-nek a medence használatért. Én nagyon szívesen kiszámolom neked, hogy mennyi ennek a fürdőnek a általánydíja, amiben a működési költsége kerül. Hány órát biztosítunk a különböző egyesületeknek, és azt csökkentve mennyit kell fizetni. Ez megint egy olyan összehasonlító szám, amit nem szabad az asztalra tenni, és nem azért, nem akarok ebbe a vitába belemenni, mert én nagyon szívesen támogatom az úszóegyesületet, mert szerintem nagyon sikeresek, nagyon sok eredményt érnek el, nagyon oda teszik magukat a szülők, az edzők is, az egyesület tagja is. Én mindig csak magas minőségben beszélek erről a dologról, de nem szabad összekeverni, mert ott meg biztosítunk egy olyan létesítményt, aminek a fenntartása sokkal-sokkal többe kerül, és azáltal, hogy azt a létesítményt az a város működteti, azzal is segítjük az úszóegyesületet. Tehát itt mindegyik sportegyesület működése más és más, az asztali tenisznek saját helyet biztosítunk, tehát hogy így nem lehet összehasonlítani. Ha te azt mondod, hogy ne legyen Nyírbátorban felnőtt női kézlabda csapat, és ezért ezt a 2 millió forintot nem szavazod meg, én azt elfogadom. Tehát nincs ezzel semmi gond. Csak ne keverjük bele azokat a dolgokat, ami most itt nem játszik ebben a történetben. Én csak ennyit kérek. Egyébként meg nyilván sok mindenben egyetértek veled, ebben nincs köztünk vita, csak azt mondom, hogy tisztítsuk le mindig, amiről döntünk, abban ne hozzunk be olyat, amiről már sokszor beszéltünk, mert akkor összekutyulódik a történet. Én azt gondolom, hogy egy ilyen városban a kézlabdának tovább kell menni. Arról is beszéltünk már, hogyha valamilyen dologban a város hátrányt szenved, akkor abban a felelősöket meg lehet találni. Arról is lehet ennek a képviselőtestületnek tárgyalni. Ha le fog zárulni az az ügy, amiről most beszéltem, ez a 2014-es időszak elszámolási gondjai, akkor visszatérhetünk erre, és adott esetben az akkori vezetőket meg lehet hívni. Meg nyilván a mostaniakat is, meg akik ebben érintettek, nincs ezzel semmi gond, de azt ne keverjük össze ezzel a történettel, mert egyébként ez a sportegyesület, akiről most itt szó van, ott egyébként nagyon komoly, tiszteletre méltó sportemberek dolgoznak, és én úgy tapasztaltam az elmúlt hetekben, napokban, hogy komolyan gondolják ezt a történetet, és van ennek jövője akár úgy is, hogy ez nem Vásárosnaményi sportegyesület. Keresi István, kér szót, parancsolj. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Nekem 2 kérdésem és 1 módosító indítványom lenne. A kérdésem, mivel a régi egyesületnek a tagja Deményi Mónika köztünk van, mint képviselőtársam, mivel az anyagból nem derül, hogy pontosan hány játékosról van szó, csak hogy a teljes játékos állomány, hát ez eléggé tárfogalom, hogy ez ügyben adna valamilyen tájékoztatást nekünk. A másik dolog pedig kicsit elgondolkodtam ezen a egyesület, mondhatnám azt is, hogy nagy lelkű ajánlatán, mert tulajdonképp ezeknek a játékosoknak, ő valljuk be, segíteni akar, meg akarja nekik adni a lehetőséget, hogy sportban maradjanak, játszanak, és további lehetőségei legyenek esetleg az életben is. De azért az elgondolkodtató, hogy egy település, ami fele akkora, mint Nyírbátor, ezt be tudja vállalni, úgyhogy nem adunk 50-100 milliós támogatásokat, mint a mi kézilabda egyesületünknek, hanem 2 millió forint támogatást kér mindehhez. A többit ő megoldja, ezt dicséretesnek tartom. Látszik, hogy felelősen gazdálkodnak, nem tudom, hogy az egyesület vezetéséről van itten valaki meg lett-e hívva, vagy nem lett meghívva, meg lett volna egy kérdésem tulajdonképpen hozzá is. Szóval azért ez elgondolkodtató, hogy mi Nyírbátorban 50-100 milliókat adunk egy kézilabda csapatnak, itt meg tudják oldani úgymond saját forrásból, és csupán 2 millió forint kiegészítést kérnek. A kérdésem az lenne tulajdonképp itt a levél végén. Van egy olyan mondat, hogy soron kívül kér írásban értesítést, mivel augusztus 8-áig van a határidő. Ez az utolsó mondat.
Hát ez csak azért érdekes, hogy a mondat, mert a levelet augusztus 6-án adták fel, hogy erre polgármester úr tudott-e válaszolni augusztus 8-áig, és ha igen, akkor mit válaszolt? Ez lényeges lenne, meg úgy szól a mondat, hogy kérem végezetül, hogyha tudja fent összegű forrást biztosítani, úgy arról soron kívül írásban értesíteni szíveskedjen, ugyanis a következő nevezési határidő 1919. augusztus 8-a, 2019. augusztus 8-a, és a levél kelte augusztus 6-a. Hát még majdnem csak ide se ért postán, vagy nem tudom, hogy oldották ezt meg, hogy erre érdemben a mi felhatalmazásunk nélkül adott-e polgármester úr választ. Ez lenne a két kérdésem. Módosító indítványom pedig az lenne, hogy mivel a levél tartalma arról szól, hogy ezek a gyerekek Nyírbátorban fogják játszani a mérkőzéseiket, Nyírbátorban szeretnének termet bérelni az edzésekhez, hogy ne legyen arról vita, hogy mennyi pénzt fogunk adni, akkor az önkormányzat azt vállalja be, hogy az edzésekre és a mérkőzésekre a terembérletet kifizeti. Úgy gondolom, hogy ez nagy lelkű ajánlat, a játékosok részéről is biztosítjuk a sportolási lehetőséget, az egyesület terhéről is leveszünk anyagi gondot, mert ezért nekik bérleti díjat kell fizetni, és ez ugye elfogadható lenne, úgy gondolom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, örülök, hogy több dologban is egyetértünk. Valóban egy komoly klubról van szó, és valóban nagyon pozitív volt az ő hozzáállásuk is, és nyilván pozitívnak vették a mi hozzáállásunkat is. Valóban ez egy nagyon visszafogott összeg, amit kértek egy felnőtt csapat működéséhez, de nyilván látod, mennyibe terik-e, azt mondja, hogy ez sok. És minden csak nézőpont kérdése, tehát én mind a kettőtök álláspontját el tudom ebben fogani, ez az egyik. A másik, nyilván a határidő nagyon szűk volt ebben a történetben. Nyilván a támogatási szerződés itt van, tehát azt most fogjuk jóváhagyni, amennyiben megszabazza a képviselőtestület. Ennek megfelelően én ilyen módú kötelezettséget nem tudtam vállalni. Én azt az ígéretet tettem az egyesület vezetése felé, hogy a képviselőtestület ülésre ez az anyag be fog jönni, erről most fogunk dönteni, és nyilvánvalóan én bizakodom abban, hogy a képviselőtestület megérti ezt a helyzetet, és a gyerekekre, a sportolókra tekintettel pozitívan fog dönteni. Voltunk egy ilyen nyomáskényszerben. Én megmondom őszintén, dátumokat nem is néztem ebben a dologban, örülök, hogy ezt ilyen jól kiszúrtad, és azon meg vagyok lepődve, hogy ezt nem Gál Mihály képviselő úr szúrta ki, úgyhogy ez egy érdekes folyamat, de hát nincs ezzel semmi gond. Tehát nem, én ezzel a részvel most nem akarnék foglalkozni, nyilván beszéltünk telefonon is, és bízom benne, hogy pozitív döntés születik, hiszen itt valóban a sportról van szó. A javaslatoddal kapcsolatban meg az. Ezt is értem, amit elmondtál, csak ez technikailag nem lehet. Azért nem lehet, mert nyilván ők abban sakkoznak, hogy amit ők a TAO-ban el tudnak számolni, költség, azt ők le tudják finanszírozni. Ha mi most azt mondjuk, hogy olyat adunk ingyen, amit a TAO-ban el tudnak számolni, olyanra meg nem adunk pénzt, itt a versenyzők költségterítéséről beszélünk, amit meg nem tud elszámolni, akkor köszönjük szépen, de ez neki nem biznisz. Tehát ha mi kifizetjük a terembérletet, vagy adunk ingyen termet, azzal ő nincs beljebb, mert az TAO támogatás terhére elszámolható. Ezt érted. Tehát ezzel ő nincs előrébb. Azt mondja, hogy neki van több utánpótlás korú csapata, úti költségre, ellátásra, edzői bérre, utánpótlás edzőre, terembérletre, eszköz, mez, felszerelés, ilyesmire kap támogatást, ezt TAO-ban el tudja számolni. Ezért nem kér. Amit nem tud elszámolni, az a felnőtt csapat edzései, a felnőtt csapatban szereplő játékosok költségtérítése, utaztatása, tehát ezek azok a költségek, amit ugye a TAO nem enged finanszírozni. Ezért kér erre pénzt. Na most, ha ezt nem adjuk oda, akkor ő nyilván hoci zsebből, a saját pénzéből ezt nem fogja kifizetni. De a gondolkodási irány az egyébként jó. Nyilvánvalóan hosszú távon majd meglátjuk, hogy ez milyen irányba mozdul el. Én azt gondolom, hogy egy ilyen városnak felnőtt kézlabda csapatának lenni kell. Mindig is volt, mindig viharos időszakkal terhelt volt ez valahogy, ez a kézlabda, ez egy ilyen dolog, hogy vannak ilyen viharos időszakai. Én bízom benne, hogy komoly emberekkel, komoly együttműködéssel túl tudunk ezen majd lendülni, és ahogy fogalmaztam, az utánpótlás nevelést is össze tudjuk hangolni, mert én ott látok még ezzel kapcsolatban egy kisebb gubancot. És még egy pont, utána megadom Mónikának a szót, mivel itt van, hogy válaszoljon. A játékos létszám, amiről most beszélgetünk, ugye megint csak pontosítani akarom, az utánpótlásra nem adunk pénzt, tehát az, hogy mennyi utánpótlás korú játékos van, ilyen szempontból kevésbé érdekes, mert azt a TAO-ból fogja finanszírozni. Amit mi finanszírozunk, az a felnőtt csapatban szereplő játékosok költsége, de én azt nem tudom, hogy ott mennyi játékos van pontosan, mert ilyen szám itt ebben az anyagban nem szerepel,
de képviselőasszony talán tud válaszolni, parancsolj. Köszönöm szépen. Először is pontosítanám, nem 13-14-es szezonról, hanem 12-13-as szezonról beszélünk, és szerintem mindenki megkapta azt a levelet, amit elnök úr elküldött a képviselőtestületnek, amiben részletezve van, hogy mi a visszafizetés oka. Szerintem ezzel minden képviselőtársam tisztában van. Tehát a kialakult helyzet az emiatt alakult ki, és még van 3 szezon, aminek az ellenőrzése még nem zárult le, tehát ennek a végeredményét még nem tudjuk. De viszont már ezt a 13,5 millió forintot sem tudjuk visszafizetni, ugyanis a tavaly nyert 34 millió forintból pontosan ezen ok miatt 20 millió forintot így sem tudtunk feltölteni, tehát gyakorlatilag még emiatt az okok miatt maradt kifizetetlen számlánk. Ezért kényszerültünk arra, hogy a gyerekek versenyeztetését valamilyen más módon tudjuk megoldani. A Vitka ESE partner volt ebben, ami szerintem az ő részükről egy igen nagy dolog, mert ők TAO támogatást ezekre a játékosokra már nem tudnak igényelni. Tehát plusz támogatást már nem kapnak, tehát a saját TAO-jukból és a saját forrásaikból kell, hogy ezt megoldják. De meg fogják oldani. Az átigazolások gyakorlatilag folyamatban vannak, az utánpótláskorú játékosok átigazolása az megtörtént. A felnőtt csapatból van még azt hiszem 4 átigazolás folyamatban, de viszont ehhez is tudni kell azt, hogy ezek nyírbátori játékosok. Tehát a felnőtt csapat, amikor a felnőtt csapatról beszélünk, akkor azokról a játékosokról beszélünk, akik saját nevelésű játékosok, tehát ifjúság és felnőtt korosztályban játszanak. A felnőtt csapatban úgy emlékszem, hogy talán 4 nem saját nevelésű játékos játszik összesen. A többi játékos az mind gyerekkora óta ebben az egyesületben játszik. Mert ők mindannyian ebben az egyesületben játszottak, és én úgy gondolom, hogy az, hogy most Vitka Nyírbátor, VSE Nyírbátor néven fognak játszani, az gyakorlatilag csak egy névváltoztatást jelent. De én nem gondolom azt, hogy ezt a 30-40 gyereket, ezt mindenképpen szélnek kellene engedni azért, mert kialakult egy ilyen helyzet. Tehát nem Vitkának adjuk ezt a pénzt, hanem a nyírbátori gyerekeknek adjuk ezt a pénzt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Milyen további észrevétel nincs, kérem szavazzunk. Bocsánat, igen, Attila szóval. Volt egy módosító javaslat, én tettem erre egy megjegyzést, kérdezem, hogy fenntartod-e ettől függetlenül ezt a javaslatodat, mert akkor meg kell szavaztatnom. Köszönöm szépen, akkor most szavazzunk. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett került elfogadásra. A következő ügyünk hát nagyon hasonlít igen az előzőhöz, erről már Terike érintőlegesen beszélt. Itt megalakult az új labdarúgó klub. A nyírbátori sportszerető, futballszerető fiatalok hoztak létre egy egyesületet, és újraindították ezt a sportot. Ahogy már legutóbbi testületülésünkön beszéltünk, teljesen a nulláról kellett elindulni. Ennek minden előnyével és hátrányával. Ugye közben átszerveztük a sporttelep működését, erről is beszéltünk már, közben folyik egy pályázati programot, a sporttelep felújítása és átalakítása kapcsán, erről is beszéltünk már, de nyilvánvalóan az új klubnak a működését szintén támogatni kell. Itt másabb a helyzet, mint a Vitkánál az előbb, hiszen itt arról van szó, hogy egy új sportegyesület jött létre, és itt ebben a tekintetben a TAO támogatás ugye 2 évig nem létező finanszírozási forma. Tehát ebben a szezonban és a következő szezonban úgy kell ennek a klubnak működnie, hogy gyakorlatilag nincs lehetősége működéshez TAO támogatást igénybe venni. Ebből a szempontból sem az edzők, sem az utánpótláskorú gyerekek utaztatása, ellátása, edzése, versenyeztetése, a szakemberek bérének a kifizetése, az nem biztosítható ebből a programból. Abban folynak egyeztetések, hogy a Bozsik programban és abban valamilyen finanszírozást hogyan tud kapni majd a klub. Szeretnénk, hogyha a klubot minősítenék, mint regionális Bozsik központ, és akkor a jövő évtől azon keresztül valamilyen támogatást kaphat.
Hogy hogy jutottunk el idáig, arról most azért nem szeretnék beszélni, mert erről már sokszor beszéltünk, és fogunk is még beszélni, hiszen ha le fognak futni a különböző vizsgálatok, akkor a régi egyesület elszámolása kapcsán mindenképpen a képviselőtestületnek foglalkoznia kell az ott kialakult helyzettel, és a mai napon is fogunk erről még tárgyalni, hiszen a régi klubbal megkötött használati szerződést azt meg kell szüntetni az egyesületnek, és az újonnan létrejött klubbal pedig meg kell kötnie a szerződést. A határozati javaslatban mellékeltük a pályázati anyagot is. Én az általuk kért összeget egy csökkentett mértékben javasoltam megállapítani. Ennek azon egyszerű oka van, hogy én azt gondolom, hogy a klubnak részben szponzorációs, részben pedig még Bozsik programból származó bevételei lehetnek, és ezért javaslom ezt az összeget elfogadni. Itt tehát alapvetően két támogatás van, a gyerek utánpótláskorú gyerekeknek az edzéséről is szó van, és a felnőtt csapat finanszírozásáról, edzéséről, és igen, prémiumról is szó van, ahogy mondtam, ezzel egyetértünk, tehát ez egy döntéskérdése, mondhatjuk azt, hogy ne legyen felnőtt csapat, és akkor nem kell ilyen összegeket kifizetni, csak azt gondolom, hogy eddig is volt, eddig is támogattuk, ezután volt. Ezután is támogatni kell, ez az én javaslatom a futballt, és azzal a polémiával meg egyébként teljesen egyetértek, amit Terike mond, hogy a sportágok közötti igazságtalanság sajnos létezik Magyarországon, és ezzel olyan magyar siker sportágok küszködnek, mint például az úszás, vagy az asztali tenisz, vagy mondhatnám a kajakkenut, szerencsére az, vagy sajnos az nálunk nincs, már lenne egy folyónk, akkor talán az is lenne. Ezt viszont nem fogjuk tudni itt feloldani, mert ez a nemzeti sportágok finanszírozásából gyökerezik, és sajnos ennek megfelelően egy úszóedzőt ma, jó úszóedzőt nem könnyű leakasztani, még mielőtt Viktor megharagszik itt rám a tévéképernyője előtt, de hogy alapvetően a TAO finanszírozás úgy felvitte a látványcsapatsportokban az edzők gázsiát, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, mert TAO-ból lehet őket finanszírozni, hogy gyakorlatilag, ha az edzőnek úgy, mint régen azt mondjuk, hogy gyere és a gyerekeket edz, tornaóra után, mondjuk egy testnevelő tanárnak, akkor azt mondja, hogy miért jönnék ide edzésre, hogyha egy másik településen, egy TAO-ból mondjuk kapok havonta 80-100 ezer forintot. Tehát, és ez nem jó, ezzel egyetértek, nem jó, hogy a 10-12 éves gyerekeket az utánpótlás edzők sok 10 ezer forintért havonta edzik, de hogyha Nyírgyulajban ki tudnak TAO-ban fizetni egy edzőnek ekkora összegeket, akkor hát bocsánat, de nem tudok szebben fogalmazni, buta lesz oda menni, ahol ezt nem fizetik ki. Tehát mindenki a zsebéből él. Ez egy rossz folyamat, és ez kialakult, és amíg a TAO finanszírozás így működik, addig ez biztosan lesz. Az egy szerencsés dolog talán, hogy most már úgy látszik, hogy ezt a TAO finanszírozást is kezdik átalakítani, és sokkal inkább a teljesítményre, nem pedig a létszámra alapozzák majd a finanszírozást, de hát azért ezt még meg kell várnunk. Kérdezem a tisztelt képviselőtestet, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Gál Mihály kér szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület. Csak a tisztában látás kedvéért, létezik vagy létezett Nyírbátori Futballklub Sportegyesület, Nyírbátor Sport utca 4, aztán Nyírbátori Labdarúgás Szervező Kft., akinek vagy aminek a visszafizetési határidejét most szavaztuk meg, 7.640.000 forint, nem tudom, hogy milyen reális esély van, hogy ezt évvégéig vissza tudja fizetni. Most meg létezik Nyírbátori Labdarúgó Sportegyesület, tehát futballklub, labdarúgás szervező Kft., Labdarúgó Sportegyesület. Hogy mi körülbelül tudjuk, hogy melyik malac kinek az ökre, de a hallgatóság nem igen tudja, hogy ezek mindegyik futballosok, hogy akkor ennek mi a rövid története, csak pár mondatban. Röviden is tudok róla beszélni, meg hosszan. Nem fogok hosszan, mert sokszor tárgyaltunk. Egyébként ezekkel a klubokkal kapcsolatban már mindegyikről képviselőtestület valamilyen döntést hozott. A most működő klubbal kapcsolatban mind a névhasználat tekintetében engedélyeztük, hogy létrejöjjön, mert nyilván a Nyírbátori szó szerepel benne, és nyilván tárgyaltunk erről. A korábbi egyesület az a
amivel kapcsolatban szó volt, az a régi futballklub, ami éveken keresztül működött. A KFT, aminek meg a visszafizetési kötelezettsége van, az szintén a képviselőtestület engedélyezte nagyságrendileg egy évvel ezelőtt, hogy a klub hozzon létre egy KFT-t. Nyilván már akkor is azért hozta létre a KFT-t, hogy a finanszírozási elszámolási nehézségeit próbálta, én azt gondolom, hogy így rendezni, de ezt ma már tudjuk, hogy nem sikerült. Tehát gyakorlatilag a régi egyesület és ez a KFT, ez valószínűleg meg fog szűnni. Azt, hogy hogyan fogja tudni rendezni vagy nem rendezni, ez nyilván azért mondtam, hogy elszámolási kérdés, ez most folyamatban van, ebben azért nem mernék bármit mondani, mert én olyanra vállalkoznék, ami nem tőlem függ, vagy nem tőlünk függ. Ahogy mondtam, ez MLS, NAV és minden egyéb kérdése. Én őszintén szólva kicsi esélyt látok rá, de nekünk az a dolgunk, hogy megtegyünk mindent, hogy ez sikerüljön. És hát nyilván, ha pedig ebből az önkormányzatnak bármilyen vesztesége származik, akkor utána ebben meg kell tenni a szükséges lépéseket, én azt gondolom. Tehát van egy régi egyesület, ami valószínűleg meg fog szűnni a saját KFT-jével együtt, és van egy új egyesület, amiről most tárgyalunk, aki a nulláról kezdi Nyírbátorban a labdarúgó sportot, és ennek az előnyeiről meg a hátrányairól beszéltem az elmúlt percekben. Nagyjából ez a körkép. Keres István, kérsz, ott parancsolj. Én is tudnék hosszan beszélni, de ígérem, hogy rövid leszek. Kérdésem lenne tulajdonképpen ezekben a költségekben tényleg vannak olyanok az igényben, ami bicska nyitogató, egy olyan sportegyesület részéről, ami talán egy hónappal ezelőtt jött létre. A felszerelés, sportolós vizsgálat, ebéd, feliratozás, utazási költség, ez úgy gondolom elfogadható. Aztán 4 hónapra 3.400.000 forintos bérköltség, hát ez már igazán megkérdezi az embernek a gondolatait, hogy mit akar ezt felezni 4 hónapra. Azért is vagyok bajban, mert tegnap este délután kaptuk meg ezt az anyagot, éjfél körül volt időm erre már ránézni, mert kikértem volna a vidéki hasonló színvonalon működő megyehármas csapatoknak a támogatását, ami körülbelül településenként 0 forintot jelent. Ezzel szemben állunk, ez 4 hónapra 10 millió forint támogatást igényel, postaköltség 50.000 forint, még ez is elfogadható. A nevezési díjak elfogadható, bár azokat 90%-ban az MLS megye 3-ban lefinanszírozza, tehát csak 10%-ot kell fizetni. Aztán a prémium, hát az már kicsit érdekes, hogy nem is csináltak, hogy Terike mondta semmi, de már 1,5 millió prémiumot ki fogunk fizetni a semmire. Még bankett is lesz 500.000 forintért, mit ünneplünk, kérem szépen azért, hogy megye 3-ba visszaestünk? Azért ez elgondolkodtató, hogy adunk pénzt, adjunk, de arra adjunk, amire kellene, hogy csináljanak valamit és bizonyítsanak. Megint elkezdünk valamit, most adunk 10 milliót, jövőre adunk 30 milliót, majd 200 milliót, hogy jó dörzsöljön mindenki. Nem erről kell, hogy szóljon. Ez a sportról, az utánpótlás nevelésről. A 10 millió, 6 millió forint csak a bulira megy el. A banketre, a prémiumra, meg a fizetésre. Megy 3-ba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megint összemostál két dolgot. És én azért próbáltam az elején tisztába tenni, hogy valóban ezeknek a költségeknek, amit te most látsz, ebben olyan bérköltségek vannak, ami nem a felnőtt csapathoz kapcsolódik, hanem az utánpótláshoz. Az utánpótlásban ugyanúgy a szakmai edzők bérét oda kell tenni. Lehet azt mondani, hogy engedjük el az egészet, és nem kell utánpótlás nevelést csinálni a labdarúgás sportban. Vagy lehet azt mondani, hogy olyan emberek csinálják, akik nem kérnek ezért pénzt. Én csak azt mondom, hogy nem találsz ma ilyen embereket. Ennek a költségnek nagyjából a 60%-a egyébként TAO-ból finanszírozható lenne, ha ez a klub TAO jogosult lenne, de nem az. Nem miattad nem az, meg nem miattam nem az, de nem az. Azt kell eldönteni, hogy visszaépítjük ezt a sportot, nyilván ha majd lesz TAO jogosultsága, akkor fog erre kapni finanszírozási támogatást, és akkor ezt a pénzt nem kell beletenni. De ha most ezt nem építjük fel, akkor nem lesz 2 év múlva jogosult TAO igénylésre, és nem lesz normálisan működő klub azért, mert körülöttünk minden településen TAO-ból működnek ezek az utánpótlás nevelési dolgok. Tehát zsebbe kell nyúlni, ez vitathatatlan, hidd el, hogy én sem örülök neki, de ha nem kezdjük el felépíteni, akkor nem működik. A másik része ennek a történet pedig a felnőtt klub. Igen, itt is igaz, valóban, és nagyon örülnék, ha utána nézném, mert én is utána néztem. Sehol nem lehet a játékosokat úgy pályára küldeni, még a legalsóbb osztályban sem. Nálunk a gyerekek többsége, hiszen gyerekek játszanak a csapatban, ha kimentél a meccsre, vagy kimész a meccsre, akkor látod, nem kapnak semmilyen költségterítést azért, hogy játszanak.
egyetlen egy dolgot kértek, mérkőzésenként, amennyiben nyernek, kérnek 8000 forint prémiumot. Ez, amit kapnak ezek a gyerekek. És azt gondolom, hogy ezek a felnőtt korú gyerekek, akik a felnőtt csapatban játszanak, és hetente edzésre mennek, és elmennek hétvégén egy mérkőzésre, és nyernek egy meccset, kapnak egy ilyen prémiumot, ezt máshol is megkapják. Tehát az ne gondold, hogy ez máshol nincsen. Ha ezt nem adjuk oda, akkor azt mondja, bocsánat, hogy akkor jobban járok, ha kimegyek Nyírvasváriba focizni, mert ott megkapom. Tehát az a fajta világ, amit mi mindannyian visszasírunk, hogy annak idején, még amikor én is be akartam kerülni a felnőtt csapatba, az egy ajándék volt, hogy én bekerülhessek, nem is sikerült, de ez már csak az én tehetségemből adódik. Az a világ elmúlt. Most pontosan a TAO miatt, ugye amiatt, hogy a TAO-ban minél magasabb osztályban focizik egy csapat, annál több TAO-ra jogosult, mindenki fel akar jutni, mert akkor nem 5 millió, hanem 10 vagy 20 millió forint TAO-t fog majd jövőre kapni, és hogy az milyen jó lesz. Ezekkel aztán persze nem tudnak elszámolni, és ebből lesz majd az összes baj, nem csak nálunk egyébként, hanem az egész országban. De ez arra sarkal minden látványcsapatsportban működő klubot, hogy pénzt pumpáljon abba, hogy feljusson. Ez az egyik része. A másik, nem csak az eredményeket, hanem a sportnak a hitelét is vissza kellett állítani ebben a történetben. Ezért valóban jöttek ide olyan játékosok, akik korábban Nyírvátorban fociztak, és azt mondták, hogy oké, azért, hogy újjá éledjen ez a sport, és legyen hitele és bizalma, és töretlenül vissza tudjanak jutni arra a szintre a gyerekek meg a csapat, ahova kell, ezért hazajöttek, most a neveket nem kezdem el sorolni, mert nincs erre felhatalmazás, ha valaki kimegy a meccsre, akkor látja, hogy kik azok a játékosok, akik magasabb osztályban is tudnának focizni egyébként, de hazajöttek, mert hisznek abban, amit itt a fiatalok elindítottak. De nyilvánvalóan azt nem lehet mondani ezeknek a játékosoknak, hogy Nyírgyulajban keresnél ennyit, gyere haza, itt meg focizzál ingyen, csak azért, mert micsoda nagyszerű dolog, mert amikor hazamenne a feleségéhez, akkor megmondaná a felesége, hogy akkor ezt most a házi költségvetésbe hogyan építetted be, kedves párom. Tehát nyilván vannak költségek. Amikor ezeket összetoljuk egybe, az utánpótlást, a felnőtt csapat, az edzőket, a költségtérítéseket, akkor valóban ez egy ilyen nagy szám. És valóban lehet használni a vérlázító kifejezést, és nekem se jól esik ezt kifizetni. Ha ezt visszabontjuk így, klubon vagy korosztályonként is visszabontjuk a felnőtt csapatnál, hogy mennyit kapnak az edző meg a különböző utánpótláskorú edzők, akkor ez már érzékelhető. De nézd meg nyugodtan egyébként más kluboknál, nézd meg mondjuk a Nyírgyulai klubnak a költségvetését, mondjuk ők megye egybe fociznak, az nem jó, de egy megye hármas klubnak a költségvetését, ahol egyébként van TAO támogatás is, és meg fogod látni, hogy egyébként a TAO-val együtt, utánpótlással együtt lényegesen nagyobb számokról beszélünk, sajnos. Egyetértek veled, sajnos, mert ez nem reális. De ez abból adódik, hogy egy megye hármas klub is több millió forint TAO forrást tud lehívni az MLSS rendszerből, meg a Bozsik programból, nekünk meg erre most nincsen lehetőségünk. Azzal egyetértek, hogy nagyon szomorúak leszünk, hogyha két év múlva, miután TAO jogosultá válik a klub, tehát nem a következő szezonban, az következő szezonban több pénzt kell beletenni, mert akkor nyilván a TAO forrás már ott lesz, és annak az utánpótlás részét le kell, hogy tudja finanszírozni. A többi részével meg egyébként egyetértek. Amennyiben további észrevétel nincs, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy egy tartózkodással és 10 igen szavazattal elfogadásra került. Nincs több nulladék pontunk, ugye? Nagyszerű. Az egyes napirendi pontunk következik. Ja, egybe kell megszavazni a nulladik napirendit, igen. Kérem, hogy szavazzunk a nulladik napirendi pont elfogadásáról. Megállapítom, hogy egyhangulag 11 igen szavazattal elfogadásra került. A következő napirendi pontunknál meghívott vendégünk Szabó Istvánné vezérigazgató asszony. Megkérem, hogy fáradjon már ide, hogyha kérdés van. Munkatársával együtt természetesen, ha esetlegesen felmerülnek képviselőtestület részéről kérdés, akkor tudjunk válaszolni. Az első napirendi pontunk a víziközmű hálózat gördülő fejlesztési terv, pótlási felújítási terv része. Erről rendszeresen hozunk döntést, hiszen itt folyamatosan aktualizáljuk a különböző fejlesztéseket, és el kell, hogy mondjam, hogy a nyírségvíz mindig nagyon rugalmas és segítőkész abban, hogy az önkormányzat vagy a városban megvalósuló, akár ipari
akár önkormányzati beruházások kapcsán, hogyha egy útépítés vagy egy gazdasági fejlesztés van, és ott a szennyvíz vagy az ivóvíz hálózathoz hozzá kell nyúlni, akkor igyekszünk ezt úgy szervezni, hogy akár a gördülőfejlesztési tervben, akár a különböző megképződő tartalékokból a nyírségvíz meg tudja oldani határidőre. Több jó példát is tudnék mondani, talán a klasszikus legjobb példa itt a Fáy-Hunyadi csomópontban épülő körforgalom, ahol meg tudtuk a ivóvíz hálózat átépítését így oldani, és így költséghatékonyabban is, és úgy tudtuk elvégezni a beruházást, hogy a szennyvíz-ivóvíz hálózat felújításra került. És hát nyilván ez azért összességében egy fontos része ennek a történetnek. Az előterjesztést a Közszolgáltatási Bizottság tette, úgyhogy megadom elnök úrnak a szót, parancsolj. Tisztelt vezérigató asszony, polgármester, tisztelt képviselők, bizottságunk ugye az anyagot megtárgyalta, és ugye a polgármester úr elég mélyen elmondta, hogy miről volt szó, hogy ez a 15 éves gördülési tervről. Nyilvánvaló, hogy a Nyírbátor városban történő felújítások, illetve olyan beruházás, mint a nevezetesen az új körforgalom, ez magában hordozza a tervnek a módosítását, és akkor innen kitűnik az, hogy miért foglalkozunk majdnem minden évben. Hál' Istennek, ugye, hogy történnek felújítások, a városban épülnek olyan műszaki létesítmény, mint a körforgalom, hogy ezt muszáj megtenni. A bizottság megtárgyalta, mint ahogy mondtam, az anyagot, és kérem a tisztelt képviselő testületnek, hogy fogadja el a tervezetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom, vezérigazgató asszony szeretné valamivel kiegészíteni. Parancsolj. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy Nyírbátor város a közműtulajdonos önkormányzatok között szerencsés helyzetben van, mert rendelkezésre állnak azok a források, amik a pótláshoz, felújításhoz szükségesek. Ennek természetesnek kell lennie, de nem egészen természetes, már ez nincs mindenütt így sajnos, de ennek ellenére, hogy itt a legszükségesebb fejlesztésekre rendelkezésre állnak a források, mindig nagyon előrelátóan és sorolva a feladatokat tervezünk és teszünk javaslatot, mert mindig vannak egyrészt rendkívüli események, mint említett példa is bizonyítja, másrészt pedig a város közmű hálózata az ugye nem tegnap épült, és bár a város nagyon jól döntött és nagyon jól pályázott, amikor mind a szennyvíztelepnek a rekonstrukciót pályázati támogatással el tudta végeztetni, mind az ivóvízminőségjavító programot végrehajtotta, és ugye a vízmű is megújult. Attól függetlenül még rengeteget lehet ebben a városban elkölteni, hiszen sok a régi azbeszt cement nyomócső a vízhálózatban, és a szennyvízhálózatban pedig a beton csövek akarnak gondot, ezeket folyamatosan igyekszünk beütemezni, és amit még szeretnék kiemelni, a idén először mód nyílt arra, hogy központi költségvetésből is pályázhassunk pénzt rekonstrukcióra, ugye a város döntött arról tavaly jelent meg a pályázati felhívás, hogy konzorciumba együtt pályázunk, és az a jó hír, amit nem tudom, hogy módunkban volt-e már ismertetni, hogy Nyírbátor városa eddig az első és egyetlen, amelyik a ivóvízellátásnál is és a szennyvíz elvezetésnél is megkapta a kért támogatást, és reméljük, hogy ez a sorozat folytatódni fog, bár a tavalyi meg az idei pályázati pénz országos szinten mindössze 1,5 milliárd forint, ez nagyon jelentéktelen összeg, de hogy rekonstrukcióra mi az igényelt támogatások kétharmadát el tudtuk hozni, és abból Nyírbátor város mind a két ágazatra részesült, ez mindenképpen nagyon kedvező. És ha lesz még arra lehetőségünk, hogy kibővítsük a helyi forrásokat, akkor mindenképpen ezt fogjuk tenni, és azért jó, hogy itt megvan a saját erő, hisz több nagyobb településen azért nem lehetett pályázni, mert a város a saját erőt nem tudta biztosítani, márpedig
nagyon magas, 70%-os a támogatás, de még akkor is ott van a 30% saját erő. Úgyhogy elfogadásra javasoljuk ezt a 15 éves tervet, amiből az első év 2020, ami leginkább kimunkált és előkészített, és utána a 4 éves szakasz már egy nagyobb léptékű, az követő 10 év pedig tényleg olyan távlat, ameddig mi nem láthatunk, és abban is egyetértek, hogy természetesen szinte elkerülhetetlen ilyen nagyságrendű közműveknél, hogy ne legyen évközben, menet közben módosítás, hiszen a közműre éppen az a jellemző, hogy túlnyomó többségében a föld alatt van, nem látható. Nem tudjuk előre, milyen nagyobb hibák fordulnak elő, illetve nem tudjuk azt sem mindig kellőképp előre, hogy milyen útfelújításokra tud a város forrás szerezni, és akkor ott ugye a közműveket ki kell váltani. Tehát rengeteg ok van arra, hogy évközben is módosítsuk, úgyhogy amennyiben ilyenek fordulnak elő, ahhoz is kérem az együttműködést a város képviselőtestületétől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban nem jelentettem be még ezt az örömteli hírt, mert azt gondoltam, hogy így talán hitelesebb, hogyha a partner, a pályázó partner vezetője jelenti be. És bízom benne, hogy lesz ennek folytatása, mert ahogy vezérigazgató asszony is fogalmazott, az ivóvíz és a szennyvízágazat nem csak Nyírbátorban, hanem az egész országban nagyon-nagyon komoly forrásokat igényel, annak érdekében, hogy a megfelelő színvonalat tudjuk tartani, és valóban nem látjuk, hogy hol még vezeték, még csatlakozás, mikor adja meg magát, és nem is lehet azt elvárni a szolgáltatótól, hogy ezt úgy tudja üzemeltetni, hogy havária helyzetek nem alakulnak ki. Az egy fontos, hogyha ez valahol kialakul, akkor viszont a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban avatkozzanak be. És persze ilyenkor kérni kell a lakosság türelmét, megértését, ami nem mindig könnyű, meg persze nem mindig sikerül. Így volt ez most az Akácfa utcánál is, ahol egy nyomóvezeték egyszerűen elpukkant, és nyilván az út alatt nem olyan könnyű megtalálni, csak azt látjuk, hogy valahol ömlik és jön. És ráadásul ez egy nyomóvezeték volt, tehát nem folyamatosan jött, hanem bizonyos időszakonként, és ezért nehéz volt feltárni, megtalálni. És nyilván most a helyreállítás és a kárelhárítás folyik, de itt is szeretném megköszönni a szolgáltatónak azt a gyors és szakszerű beavatkozását, amit tett. Nyilván, ha szennyvíz kerül a talajba, akkor még rosszabb a helyzet, mert akkor a lakosság még jobban megijed, hogy akkor most itt milyen károsodás, vagy milyen szennyező anyagok jutnak a talajba. Nyilván az is egy fontos része ennek a kárelhárításnak, hogy ilyenkor a szennyezett talajt azt ki kell cserélni. Azt sajnos el kell fogadni, ez ugyanolyan, mint a járdaépítés kérdése, hogy amikor valamit csinálunk, akkor persze rögtön mindenki reménykedik, hogy akkor még hát ha ezt is, meg hát ha azt is. Egy ilyen esetben nyilván a szakmának az a feladata, hogy azt a részt, ami sérült, azt a részt, ami szennyeződött, azt tegyék rendbe, cseréljék ki. Ilyenkor arra nincs mód és lehetőség, hogy aztán még tovább menjünk. De én azt gondolom, hogy minden olyan igényünk, ami a város működésével összhangban felmerülhet, az ebben a fejlesztési, gördülőfejlesztési tervben, pótlási tervben szerepel. És akkor a képviselőtestületi a szóbíró Ferenc, kér szót, parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt vezérigazgató asszony, tisztelt képviselőtestület. Gyakorlatilag elismerésemet szeretném kifejezni, méghozzá azon egyszerű oknál fogva, mi ezelőtt 10 évvel rakadtunk egy víztisztítót a lakásunk vízrendszerébe. És jött minden évben a szerelő, és akkor mindig elvitte a szűrőket, és akkor a szűrő, hát az minősítetlen volt ezelőtt 10 évvel. Amióta meg van csinálva a rendszer úgy, ahogy az előbb említette és elmondta, azóta jön a szerelő, de nem adunk neki egy fillért se. Tudni, nem kell kicserélni a szűrőket. Méghozzá a főszűrő sem, ami benne van a vízóraknában. Tehát gyakorlatilag abszolút iható és használható a víz, úgyhogy én ennek rettenetes módon örülök. Gyakorlatilag egy csomó pénz, ha itt tetszik, megspórolt nekünk a nyírségvíz, mert hát nem kellett. Egy ilyen, csak azért, hogy érzékletesen 21 ezer forintba kerül egy ilyen szűrőcsere, úgyhogy nem egy egyszerű dolog, és ezt évente minden évben meg kellett, most már nem kell. A másik, amit már említettünk az előbb, mikor vannak apróságok, én annak nagyon-nagyon örülök, hogy amikor én látok például mondjuk egy csőrepedés valahol a városban, veszem a telefont, szólok az itteni vezetőnek, 15 percen belül ott van a cég.
és bontják és csinálják. Tehát ez nekem nagyon tetsző dolog, reméljük, hogy a városlakó is ugyanezt érzi és tapasztalja. Az Akácfa utcáról meg nyilván dolog arról az ember egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni, ilyen helyzetek voltak, vannak és lesznek, míg megtalálta a cég, hogy hol van az a nyomóvezeték eltörve, az bizonyos idő volt, de hát a lakosság türelme az nekünk nagyon fontos. Még egyszer köszönjük szépen. Annyival egészíteném ki, hogy Isten még jó helyzetben vagy, hogy van szűrő. Én azt gondolom, hogy ott nagy segítség ez, ahol nem volt szűrő a vízrendszeren, és gyakorlatilag abban a mondjuk szennyezett, vagy kevésbé tiszta, inkább így fogalmazok, mert nyilván az egészségügyi határértékeknek megfelelt, csak sokkal több olyan dolog volt a vízben, ami elszínezte, ami hogy mondjam, vizuális értelemben mindenképpen zavaró volt. Én emlékszem ezekre az időszakokra, hogy a lakótelepekről mennyi panasz érkezett, mennyi fotót kaptam én teleengedett kárdal, ahogy így van, hoztak vizeket, és valóban ez az, ahogy vezérigazgató asszony fogalmazott, ez a két pályázat, mind a szennyvíz, mind az ivóvíz ágazatban nagyon-nagyon sokat segített és javított a helyzeten. És hát ez két olyan program, amivel nem csak Nyírbátornak tudtunk segíteni, azt azért szeretném elmondani a környező településeknek is. Tehát ma már nem csak Nyírbátorban, hanem itt a környező településekben is jobb az ivóvíz minősége, és megoldottuk Nyírbátoron kívül még 5 település szennyvíz ellátását, és ennek minden adminisztratív nyüge, nyavajája az a mi hivatalunkra is. Korábbi polgármesterre, mint társulási elnökre terhelődött, de azt gondolom, hogy ilyeneket egy központi településnek be kell tudnia vállalni. Gál Mihály, kér szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, tisztelt vezérigazgató asszony. Vitathatatlan az, hogy a víz minősége Nyírbátorban javult, a fogyaszthatóság szempontjából is sokkal jobb. Én mindössze tudom, hogy folyamatosan nézik és vizsgálják a nyers víz, a felhozott nyers víz nitrit és nitrát szintjét, de arra nyomatékosan hívom a figyelmet, hogy nagyon-nagyon nagy gondot fordítsanak erre, mert a mezőgazdaság kemizálása következtében már a mélységi vizekből is mutatnak ki nitrit és nitrát anyagokat, és ez roppant veszélyes abból a szempontból, mert főleg a fiatal szervezetek, csecsemők, gyerekek, de az állatállomány tekintetében is a methemoglobinémia veszélyét rejti magába. Régen, ha egy tanyán egy ember vízhez akart jutni, ásott egy kutat, és el volt intézve a vízkérdés. Ma ezt nem lehet csinálni most már, mert az első vízadó rétegek nitritisek, nitrátosak. De sohova tovább már a mélységi vizekben is kimutatható, és tudom, hogy ezt gondosan szokták figyelni, de ez az egyik legfontosabb kérdés az ivóvíz témában. Köszönöm. Mala Jánosné, kér szót, parancsolja Erzsike. Köszönöm a szót, tisztelt vezérigazgató asszony, képviselőtestület, polgármester úr. Nagyrészt már felvezette polgármester úr, amit én mondani szeretnék, valóban mindkét víziközmű társulás elnökeként szeretném én is ezt megerősíteni és megköszönni a cégnek azt a segítséget, amit nem csak a beruházás során nyújtott, hanem itt jelenleg is van ezzel teendő, hisz a fenntartási időszak van, a ivóvízzel kevesebb, de a szennyvíz beruházással kapcsolatosan mind a 6 településen nagyon komoly garanciális hiba javítási elmaradások vannak, tehát szinte napi teendőt ad ez, és ebben köszönöm szépen azt a szakmai segítséget, amit a cég ad, amit mi nagyon sokszor, ugye polgármesterek nem képzettek léven ebben a szolgáltatásban, önmagunkban nem is tudnánk megfogalmazni a kivitelező felé, csak legfeljebb a lakossági panaszokat tudnánk továbbítani. Úgyhogy én ezt szeretném megköszönni. A nyírbátori ivóvíz minőségével kapcsolatban azt szeretném megjegyezni, hogy nem csak a kitermelés, az ivóvíz kinyerés területén volt komoly fejlesztés, hanem a csőhálózatban is nagyon sok helyen került beépítésre mosatási hely, és itt lehet is látni a kimutatáson, ezen nekem is megakadt a szemem, hogy 2016-ban, ami az az év, amikor a átadást követő év volt, akkor nagyon nagy mennyiségű vezetékmosatás volt. Azt követ
illetően már 17-ben és 18-ban, ugye már az elmúlt 3 évnek a beszámolóját nézzük most, akkor pedig egy megszokott állandó érték, tehát ez is ahhoz hozzájárul, hogy iható és észlelhetően jobb minőségű víz van a városban, de természetesen, mint ugye itt le is van írva, meg mindig el is mondjuk, hogy ehhez az is kell, különösen a tömbházakban lakóknál, hogy az a vezetékrész, ami már a vízórán túl van, az fogyasztó felé, annak a tisztítása időnként, amikor szükséges a cseréje, az is fontos, vagy a egyéni lakásoknál, kertes lakásoknál, mert a minőséget az is befolyásolja. Úgyhogy köszönöm szépen, és a beszámolót átnézve én úgy gondolom, hogy arról a munkáról, amit a cég végez közösen az önkormányzat feladatellátásában, mert ugye a önkormányzati feladatellátás tulajdonképpen mindkettő feladata, a egészséges ivóvízzel való ellátás és a szennyvízkezelés is, amit végez és jó minőségben végez és költséghatékonyan végez, azt köszönetet érdemel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát egy kicsit ilyenkor itt szokott lenni, amikor két napirend van egymás után, és a gördülőfejlesztés és a beszámoló egy kicsit összeér ilyenkor, de nyilván ezek összefüggő dolgok, tehát én is azt gondolom, hogy itt Attila mondta, most pont kilépett, hogy jobb lett volna kettőt egybe tárgyalni, mert egy kicsit ez is, kicsit az is. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy nem baj az, ha külön tárgyaljuk. Nem tudom, hogy vezérigazgató asszony szeretne ezt kiegészíteni, vagy úgyis áttérünk a következő napi rendi pontra, és akkor ott a beszámoló kapcsán akkor majd nyilván lehet erre reagálni. Akkor most azt kérném a képviselőtestülettől, hogy miután Attilát kijelentkeztetem, hogy a gördülőfejlesztési terv elfogadásáról szavazzunk. Megállapítom, hogy egyhangulag 10 igen szavazattal elfogadásra került, és akkor a következő napirendi pontunk a 2016-18-as évben végzett vízi közszolgáltatásról szól. Előterjesztő a Közszolgáltatási Bizottság elnök úr, tiéd a szó, parancsol. Köszönöm szépen a szót. Ugye, ahogy a polgármester úr elmondta, szinte átfolyt a észrevétel a 15 éves közlési tervről, illetve erre a 3 éves ciklusról. Az anyagban szerepel, ugye, hogy közel 200 millió forintot ráfordítva ezen időszak alatt a vízi közműre. Itt értem ugye a szennyvíz és a ivóvíz szolgáltatást. És az előbb elmondta a képviselőtársam Erzséke, hogy milyen gondok és problémák vannak még azért azt tudomásul kell venni, ott, ahol nem voltak kicserélve a felszálló ágak, nevezetesen a lakótelepen. Nyilvánvaló zsebbennyúlós téma, mert ha belegondolunk, hogy például ott, hogy én is lakom, kicseréltük a főnyomó részt műanyagra, tehát egy elavultat kicseréltük újakra, viszont a felszálló ágak ugye még megmaradtak, a kétszoros vascsövek, és ugye itt lebeg, meg ugye korrozál az egész dolog, ugye lehet tapasztalni, de óriási különbség van a vízminőség. Tehát én azt úgy mondanám röviden így, hogy le a kalappal, mert amikor korábban még jó pár év azt mondtuk, hogy ihatatlan, manapság élvezhető. Tehát ebből iszunk, étkezünk, stb. Az egész város. Ott, ahol ez gond, én többször elmondom a találkozáskor, ugye, amikor a lépcsőházi bizalmiakkal beszélgetek, hogy valahogy erre pénzt ki kell szorítani, csak az a baj, hogy ez a szerelőakna olyan helyen van a lakásokban, hogy egy nagyon nagy felforrulást okoz, hogyha ezt ki kell cserélni. Viszont el kell, hogy következzen, valami technológiát ki kell találni rá, hogy ne legyen akkor nagy felhajtás belőle, de végül is ezek a gondok megszűnjenek. Amiről még szeretnék beszélni, és ugye ezt is csak alátámasztja azt, hogy ugye több mint 5 éve volt a beruházás, a fejlesztés, és akkor a bizottságunk a fejlesztés utáni időszakban meglátogatta a nyírbátori vízműtelepet, és meg kell jegyezzem, mert korábban is megjegyeztem, a víz minősége drasztikusan növekedett, tehát élvezhető, és csak azt tudom mondani, aki ezt cáfolja, menjen ki, próbáljon ki egy pohár vízzel, és rájön arra, hogy tényleg nagyon jó a minőség. Egy kicsit negatívan szeretnék szólni, ugye mai napig is gond és probléma, a Bátor Kopnál, ami jön Nyírvasmári felül a szennyvíz átemelő akna, mai napig is olyan elfogadhatatlan néha a bűz jelensége. Ez az ott 3 lakás, aki ott lakik, a 3 lakó jelezte, és én is voltam a helyszínen a múlt héten, és múlt hétvégén inkább így fogalmazom, ami nem volt régen, és bizony ugye kellemetlen az, biztos, hogy valami, ha felnyitottad valaki, mert voltak munkálatok legutóbb ott benne az udvaron,
Bátorkopnál, lehet, hogy valaki felnyitotta, nem úgy lett visszazárva, mert korábban ez volt ez téma, de egy darabig megszűnt, most megint fel lett. Én kérem szépen, hogyha amennyiben van lehetőség, orvosoljuk. És ugye a bizottságunk is ugye, hogy megtárgyalta ezt a beszámolót, a 3 éves anyagot, és csak azt tudom mondani, mint a képviselő társaim is, hogy nagyon szép munkát végez az itteni, illetve Nyírségvíz ZRT. Nyilvánvaló, hogy vannak panaszok, és vannak rejtett hibák, amelyek csak úgy derülnek ki, vagy kerülnek elő, hogyha élünk és használjuk a rendszert. A bizottságunk az anyagot megtárgyalta, és kér a tisztelt képviselő testületnek, hogy szintén fogadja el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vezérigazgató asszony, megadom a szót, parancsolj. Remélem, hogy igen, a hangosítás sikerült segítség nélkül is. Egy mulasztást szeretnék pótolni, amennyiben a képviselőtestületi tagok még nem találkoztak kollégánkkal, Tóth Gábor üzemvezetővel, akkor bemutatom, hiszen volt itt olyan kérdés, amire ő tud reagálni. Évelejétől van Tóth Gábor ebben a pozícióban, és azt hiszem, az már nem újság, de hasonlóképpen ez év elejétől a vízellátásnál is Gálné Gáspár Gabriel a korábbi művezetői pozíciójából üzemvezetővé avanzsált, hiszen az ő hosszú ideig végzett lelkiismeretes munkája mindenképpen alkalmassá tette őt, hogy nagyobb területet irányítson, de szerintem Nyírbátor ugyanúgy maradt a legelső neki, hiába most már sokkal nagyobb területet visz. Még az előző előterjesztéshez kapcsolatban reagálnék arra, hogy természetesen a saját vizsgáló laboratóriumunk és kontrollként az Állami Népegészségügyi Szolgálat is rendszeresen vizsgálja az ivóvízminőséget, a nyersvizet is, és hogy nagyon szigorúak a szabályok, én úgy tudom, hogy Magyarországon a szokásosnál és a Európához viszonyítva is még szigorúbbak az előírások az ivóvíz minőségére, mint másutt. És az pedig itt a testület már többször tárgyalta is, és tudatában van, csak megerősíteném, hogy a korábbi rossz íz hatás az ivóvíznél az a nem jó technológia miatt alakult ki, és valóban az egészségre soha nem volt itt ártalmas az ivóvíz, de az élvezeti értéke nem volt megfelelő, illetve olyan lerakódások voltak a hálózatban, amit akkoriban nem tudtunk a mosatással, rendszeres mosatással se rendesen eltávolítani, és ami nyilván még a egyes ingatlanoknak a belső hálózatában ott van. Míg a közcső hálózatban már nincs, hiszen azt számtalanszor lemosattuk. Tehát egy nagyon szép példa még azon kívül, amit itt hallunk dicsérő szavakat, az a polgármester utalt rá, hogy más települések is innen kapják a jó ivóvizet, amelyik település, illetve településvezető legjobban tiltakozott, az Nyírgyulaj volt, ugye saját technológia nélküli ivóvízellátásuk volt, és évekig tiltakoztak az ellen, hogy Nyírbátorból kapjanak vizet, de mióta a vízmű rekonstrukció megtörtént, és innen kapják a vizet, semmi panasz nincs, és belátták, hogy egy jó technológiával, egy jó kézben tartott, megfelelő technológiával jó ivóvizet lehet szolgáltatni. Ebben a beszámolónkban, ez már szinte rutin, rendszeresen készítjük a önkormányzat részére, sok mindenféle adatot hozunk, amivel kapcsolatban van kérdés, akkor nyilván még részletekkel tudunk szolgálni. Ami a jó hír, és ez sem mindennapos, és minden városban nincs így, hogy bár a maga az ivóvíz szolgáltatás az nem tud nyereséges lenni a városban, olyan terhek vannak rajta, meg olyan nyomottak azok a régi díjak, amikkel még mindig dolgozunk, de ezt a szennyvízelvezetés tisztítás itt tudja kompenzálni, tehát ez egy kedvező hatás. Itt pedig a kérdéssel kapcsolatban kollégámat kérem meg, hogyha tud valami jó hírt mondani az átemelővel kapcsolatban. Azon túl, hogy a nagy melegnek hamarosan vége, és az össze szokott függeni a szakhatással, még valami kedvező dolgot tud-e mondani, Gábor? Az ügyről tudunk, vizsgálat alatt van jelenleg, és megpróbálnak valamilyen szaktalanítást megoldani erre az átemelőre.
jelenleg folyamatban van. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy a 3 éves beszámolóval kapcsolatban bárkinek van-e kérdése, észrevétele, véleménye? Levendáné, doktor Lengyel Valéria parancsolja. Nem kérdésem lenne, hanem egy nagyon rövid észrevételem. Tisztelt képviselőtestület vezérigazgatóasszony, szeretném én is azt megerősíteni, hogy valóban a vízminősége összehasonlíthatatlan a korábbival, és most már nem lehet panasz. A szennyvíznél, amit itt elmondott a bizottsági elnök is, csak én más területről, a szennyvíztelepről is vannak szakhatások időnként, hát gondolom, hogy nyilván majd a meleg elmúltával ez enyhül, illetve az átemelőkkel kapcsolatban szeretném mondani, hogy ezekre valóban nagyon oda kell figyelni. Én egy példát mondanék, ez a Vágóhíd utcának a vége, ahol amikor a nagy esőzések vannak, nem működik az átemelő, és sajnos a szennyvíz feljön, és az ott lakóknak befolyik a garázsába, a pincébe, mert egy kicsit lejtős. Tehát ott feltétlenül indokolt lenne, ha jól tudom, még tehát biztosítási esemény is volt ebből. Itt a Nyírségvíz nem volt ebben partner, és fellebezni fognak, tehát erre oda kellene figyelni, mert ez valóban nagyon kellemetlen. Egyébként én is szeretném a köszönetemet kifejezni, mert azt gondolom, hogy nagy odafigyeléssel végzik Nyírbátorban a munkájukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, nem tudom, hogy erre parancsolj. Mindenképpen először a telepi szakhatással kapcsolatban vagy értesültek róla, vagy nem itt képviselőtestületi szinten, de eddig egészen ez év májusáig a Bártótét Kft. Átvette a szennyvíztelepen keletkező iszapot, ezt a szerződést felmondtak különböző okokból, és így kénytelenek vagyunk, mivel más lehetőségünk nincs, szabadtéri komposztálást végezni. Meg kell mondanom, hogy kezdettől tartottunk attól, hogy bár a szennyvíztelep kívül van a városon kívül, de ez a szabadtéri komposztálás esetleg járhat olyan szakhatással, amivel tudom, hogy küzdöttek a nyírbátoriak, hiszen a Bátortét Kft.-vel kapcsolatban is voltak ilyen gondok, az teljesen más jellegű tevékenység természetesen, de sajnos a szennyvíziszap kezelés az is ezzel jár, és reméljük, hogy a nagy meleg elmúltával ez csillapodni fog, és mindenképpen küzdünk, hiszen cégszinten és más településeken is van ezzel gond, ahol nincs olyan nagy távolság a város és a tisztítómű között, mint most már tudjuk, hogy jobb lenne, ha nagyobb lenne, de nyilván mikor épült, akkor az úgy teljesen rendben volt, és a engedélyei és minden tevékenység az rendben van, de sajnos ez a tevékenység, ez nem tud abszolút szaktalanul működni. De azon leszünk, hogy ezt a szakhatást csökkentsük. Egyébként roppant hasznos, hogyha ha nincs, akkor még ott a növényzetet úgy sűríteni, erdősávot telepíteni, stb. Csak ez mind idő. Sajnos ez nekünk egy komoly költségtöbletet okozó ügy, hogy és nyilván bonyolítja az életet, hiszen gépet, munkatársakat kell ahhoz alkalmazni, hogy magunk komposztáljunk, és még el is kell helyezni a komposztot. Egyébként ez kiváló tavaly talajjavító anyag, és itt a testület előtt is elmondanám, hogy várjuk azok jelentkezését, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, és kihelyeznék földekre, természetesen bevizsgált állapotba és teljesen ártalommentes állapotba lehet ezt a komposztot használni. És akkor az átemelőről konkrét ügyből szintén Gábor kollégám tud reagálni, de azt el kell mondanunk, hogy ezek a felhőszakadásszerű esőzések, ezek próbára teszik több településen, ezek szerint Nyírbátorban is a lakosságot, hiszen a szennyvíz csatornának egyáltalán nem feladata az esővíz elvezetés. Ettől függetlenül sajnos bekerülhet az esővíz a szennyvíz csatornába, ez ugye elválasztó rendszerű szennyvízrendszer, nem kerülhetne be, csak szennyvíz. És ha az bekerül, akkor az nem arra van kialakítva, nem tudja elvinni, átemelni. Na most, ha egy hiba miatt áll egy átemelő, azért viseljük a felelősséget. De ha az átemelő egyébként feladatának megfelelően működik,
akkor amiatt, hogy a felhőszakadásszerű esőzés miatt esővíz került a szennyvízcsatornába, és emiatt van elöntés, azért hát ott felfelé tudnék mutogatni, hogy ki a felelős, de nem a mi cégünk. Tehát konkrét ügyben pedig Gábor lehet, hogy tud valami konkrétumot is mondani. Konkrétan ez a Vágóhíd utcai esemény, ez pontosan egy ilyen felhőszakadásnak az eredménye volt. Megvizsgáltuk, hibát nem találtunk aznap, az átemelőink üzemszerűen működtek, úgyhogy a nagy mennyiségű csapadék okozta ezt a problémát. Ugye itt arról van szó, ez nem csak itt jelent meg egyébként problémaként, hanem több ponton is. Nehéz ilyen esetben a városlakókat arra kérni, hogy ha megáll a víz az utcán, akkor ne az legyen az első lépcső, hogy a mosató tisztító aknák fedlapját felemeli, mert az pont jó szintben van, és akkor ott el tud folyni a felgyülemlett csapadékvíz, és hát nyilván nem állhatunk ott minden háztartás előtt. És persze a legnagyobb probléma ezzel az, hogy előttük megoldja a gondot, mert ott a szennyvízrendszer elvezeti a csapadékvizet, vagy segít elvezetni a csapadékvizet, mert nyilván nem, azt nem arra van méretezve. Egy baj van, hogy a más lakóval tol ki, hiszen ahol ez a gerincvezetékek összeérnek, ezek a befolyt csapadékvizek a szennyvízrendszerben találkoznak, és ott a keresztmetszet már nyilván nem erre van méretezve, és valószínűleg egy mélységi pont is van, mint ilyen a Vágóhíd utca, de lehetne mondani a homokkert részét is, és még legalább 3-4 ilyen pontot tudnánk mondani a városban, ott meg gyakorlatilag ez az egész, ami ott kicsit fentebb, kicsit arrébb lement, az itt ilyen egyszerű fizika közlekedő edényelv útján nem tud tovább menni, onnan van utánpótlás, fel fog jönni. És aztán persze vannak még olyan helyek is, ahol a szennyvíz hálózatba direkt módon vannak bekötve csapadékcsatornák. Ezeket nyilván a szolgáltató próbálja megtalálni, megszüntetni, kiszűrni, csak hát ez olyan, mint a rendőr-pandúr kérdése, hogy mindenki fejlődik. Amikor voltak ezek a füstpatronos megoldások, akkor rájöttek a városlakók, hogy be kell építeni egy visszacsapó szelepet, és akkor gyakorlatilag a füst nem jön fel a háztető csatornáján, és akkor nem lehet látni a nyírségvíznek, hogy akkor rá van kötve a szennyvízre az ivóvíz. Most nem tanácsokat vagy javaslatokat szeretnék adni senkinek, de hogy tényleg egy ilyen helyzetről van szó. Nyilván ebben nekünk is van feladatunk, hiszen sok panasz érkezik a felhőszakadások idején, és mindig el szoktam mondani, hogy nem tudjuk úgy átépíteni a csapadékvízelvezető rendszert, hogy a felhőszakadások idején ne öntse el bizonyos városrészeket. Nyilván a kedvezőtlen geometriájú, tehát mélységi pontokban gyűlik össze a víz, és ott egyszerűen képtelenség, nem tudunk olyan keresztmetszetű csövet építeni, ami a felhőszakadásokra igaz, és ez nem csapadékvízelvezető rendszer probléma, hanem időjárási probléma. Ezt látjuk Magyarország több nagyvárosában is, meg látjuk nyilván Európa különböző részein, tehát ez az időjárás torzulásával jön. Arra persze oda kell figyelni, hogy ahol foltszerűen kisebb esőzéseknél is megáll a víz, vagy befolyik a házakba, a garázsokba, ott igyekszünk pontszerűen beavatkozni. Több ilyen történt, és több ilyen helyen kell még nyilván beavatkoznunk, hogy ez megfelelő legyen. Kérdezem a tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy van-e további kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, akkor megköszönve a nyírségvíz vezetésének munkatársainak a munkáját, kérem a beszámolót fogadjuk el. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal elfogadásra került, és most akkor szünetet rendelek el. Köszönöm szépen.